és uraim! Következő vendégeim azok a sportolók, akik az elmúlt egy évben csodával határos módon a magyar sporttörténetben először feljutottak a világ jégkorongjának elit csoportjába, és ezzel sporttörténelmet írtak. A felkészülés közben elvesztették talán legfontosabb vezéregyéniségüket, a csapat lelkét, Ocskai Gábort. Így kellett férfiasan helytállniuk a viadalon, miközben egy ország szorított nekik. Mindez a magyar sporttörténet talán legfelemelőbb és legtragikusabb eseménysora. A magyar hoki válogatott Szuper Levente, Palkovics Krisztián, Kangyal Balázs, Kovács Csaba, dr. Szénik Viktor és edzőjük Énekes Lajos. Kis törékeny cukrászlegények érkeztek, ha szabad ez, de tulajdonképpen itt öt, talán Balástól eltekintve, aki mondjuk hát így egy méretesebb ember, de ő sem gigantikus méretű, de nem tűntök rettenetesen kigyúrtaknak sem. Nem, ez igazából nem az az izomzat. Na, most nem a hozzám képest, hanem... Itt a belső izomzatnak kell jóval erősebbnek lennie, tehát úgy gondolom, hogy jóval erősebbek. Ezek a srácok, mind aminek kinéznek, viszont az az izomzat erősebb náluk, amire szükségük van ebben a sportágban. No, milyen volt fölépni az istenek közé? Jó volt azért, mert az ember azért nem minden nap találkozik egy Jármi Jágrral, aki ugye úgy megnézett minket, amikor vonultunk be az edzésre, hogy kik ezek a srácok, mert hát velünk még Bauszi nem találkozott korábban, és hogy utána nézett lefele, hogy mi ez a címer rajtunk, még onnan se ugrott. Ő kanadai? Be. Nem, ő cseh. Cseh. Hát ő pedig lehetne megértőbb a 700-át, hát majdnem szomszéd. Ő is 15 év az NHL-ben profiskodott, aztán... Meg nem egy agysebészről beszélgetünk. Ja, értem, tehát... Értem, egy... Földrajzból nem volt olyan jó, hogy Szolidabb bútorozott agyberendezésen rendelkező álló csillag. Igen, így van. A Jágrot azért mondom, mert nekem kisgyerekkoromban volt egy hokis kártya, ami alá volt írva az ő alá is, a óriási becsben volt. Éppen most álltam meg, már porosodik, már annyira nincs nagy becsben. A 9-0-ás kanadai meccsünk, gondolom, az a legnagyobb élmény, pedig az volt a legnagyobb kudarcunk. De mégiscsak tényleg egy éles Kanadával játszani, az mindig is egy fantasztikus élmény. Miben állt a magyar szurkolótábor lelkesedése? Hát az, hogy legfőképpen szurkoltak. Kaptunk a zsákba egy 9-est, és próbáltunk lefelé kullogni a pályáról. Végülis nem mi kullogtunk, mert mi még elénekeltük kétszer a himnuszt a közönségünkkel. A kanadaiak nem értették, hogy most mi történt, hogy kilőtte a 9-et, hogy ő vagy mi. Sőt, hát az a magyar szurkolótábort illetően nagyon elismerő megjegyzések. Szóval majdnem, hogy a kanadaiak elirigyelték a magyar szurkolótábort. Hát mi van a jégkorongon? Van női jégkorong. Júj, meséljetek! Másformai védőket kell alkalmazni. Ja, értem, tehát kicsit áramvonalasabb a cucc. Igen. Én erről nem is hallottam, ez sötétség, mióta van majd? Régóta van világbajnokság, tehát ez nem úgy kellett. És ezek jó csajok, jó, ezek helyek, csinosak. Nem ismerjük őket. Nem? Miért? Ja, hogy végre, ugye, mint a nőgyógyász este bemegy a kocsmába, hogy végre arcok, mi? Tehát bejöttök a jégpályáról, akkor nem a jégpályás csajok felé fogtok ugye orientálódni, nem gondolom én. Én most el szeretném kerülni, hogy Ocskai Gáborral kapcsolatban bármifajta, ugye ez felfoghatatlan, megnevezhetetlen, elmondhatatlan, és én nem is szeretnélek sem titeket abba belevinni, hogy most hát közhelyeket próbáljunk ezzel kapcsolatban mondani, de ahogy elmondtátok, hogy ti mennyire egy család vagytok, tehát nyilván, hogy az ő halála a csapatot rettenetesen meg kellett, hogy rendítse. Hogyan tudtatok előre menni? Nem is nagyon szeretünk erről beszélni, mert annyira friss még azért, úgymond a tragédia, hát két hónapja történt, és megmondom őszintén, de szerintem mások is így vannak, hogy sokan azt hitték, hogy ez minket fel fog spanolni, de azért ez nem lehet így átlépni ilyen könnyen. Hát mi az, hogy felspanolni? Hát ez egy össze is törhetett csapatot. Igen, szóval tehát sokan azt hitték, hogy majd most megmutatjuk, és, de szóval nem egyszerű ez. És azt gondolom, hogy ezt nem is lehet feldolgozni, nem is egy-két hónap alatt.
Úgyhogy személy szerint nekem biztos, hogy nem volt könnyű, mert nagyon nehéz volt, és sokkal jobb lett volna, hogyha egyértelmű ott van velünk, de lehet, hogy ez is közjátszott abban, hogy sajnos nem szerepeltünk túl jól. Hát ez biztos. No, hát evezzük vidámabb vizekre, bár ez lehet, hogy most nem könnyű. Sportolókkal kapcsolatban ugye pláne egy ilyen erős közösség kapcsán ugye meg szoktuk kérdezni, hogy mifajta beavatási rítusokon estetek által. Pár éve kint voltunk külföldön, és akkor beavattuk, a doktorunk is kártyázott. Egyértelmű, hogy ilyenkor úgy irányítjuk, hogy azért ő veszítsen. És ennek megfelelően elég kellemetlen volt a díjazás is. A repülőtére hazafele egy órán keresztül herevédőben és maszkban kellett állni, és úgy kellett becsekkolni a repülőtéren. No, de Balázs, és arra miért van szükség, hogy időként elkötitek egymás autóját? Ugye, aki siet haza, azt szerintem nem szabad elmondani, mert akkor biztos nem tud hazamenni. Van egy nagyon kedves csapattársunk, aki egy nagyon jó lélek, és mondta, hogy neki ma nagyon kell sietni. Tehát ő ma úgy rohan, hogy leüljünk a jégről, ma ott sincs. És akkor mondtuk, hogy persze, siess. Simon Csabának ilyek. A fiatalember egy fantasztikus citromsárga Suzuki-val bírt. És hát amíg ő bement fürdeni, addig kocsikulcs ki, beálltunk a Verdával a jégpálya közepére, kintottuk vészvillogó, kirohant, jön vissza falfél arca, hogy ellopták a Suzit. Mondtuk, a siess, ne hülyéskedj, azt a sárgát ellopták. Mit csináljunk? Hát közben hívta a rendőröket már. Mondtam, hogy mi van a rendőrséget, mondom, a rögtön hívd őket, mert lehet, hogy megfogják itt a sarkon, ott van gepárd csoport, minden. Teljes transzba az ember, jött be a menedzser, idősebb Bocskai Gábor, tajtékzott. Ki az az állat, aki a jégpálya közepére beáll az autójával? Mindenki ült, és Simon mondta, hogy ellopták a kocsimat. Akkor esett le szegénynek a tantusz, hogy a sárga Suzi terpeszt a jégen. Szépen köszönöm. Hogyan tovább? Most visszakerültük a Divízió 1-be. Azt kellene most megint megnyernünk ahhoz, hogy újból itt az átcsoportba tudjuk vitézkedni, amire legközelebb következő március végén, április elején lesz lehetőségünk. Szlovéniában lesz majd ez a világbajnokság, az még talán kicsit közelebb is van, mint Svájc. Remélem, hogy azért szép számmal oda is elkísérnek. Hát oda akkor elmegy 8000 szurkoló, de jó nem? Lenne. Tehát, de jó lenne. Hát járatok szerencsével, és szurkolunk nektek. Köszönjük szépen! Viktor szépen elmondta, hogy hogyan tovább, de mi meg arra gondoltunk, hogy itt a show-n belül most első lépés. Úgy tovább, hogy most akkor beavatnánk téged is néhány dologba. De mi most mi a cél, vagy mit terveztek? De nem, hogy engem meg, vagy valami a sérelmemre, tehát így. Hoztunk egy meszt, és nem akarjuk, hogy hülyén nézzél ki. Tiszta Darth Vader. Azért megmozdulhatsz néha. Címeres magyar válogatott mez. Fábri felirattal, ezt valóban megmutatnám azért. Jaj, de jó! De én már sienésnél is mire a bakacsot fölhúzom, én már ki is sportoltam magam. Tehát gyakorlatilag én már megyek is a kocsmába. Buko? Buki? Várjál, nem fog rá. Az van nekem, van ügető pályán is. Van ügető, Buki, 59-es fejem van. Segíthetünk egy kicsit? Nem kérdés, hogy rárakjátok, ugye? Azt meséltem, a Szovjetunióban bemutatják a fűnyíróautomat, a Szovjetunióban bemutatják a hanyíróautomatát. Bedugod a fejedet, lenyírja a hajadat, és mondják, de hát elsztár, csak hát nem mindenkinek egyformán a feje először. Na most sokat kérdeztél a verekedésről, úgyhogy a társaságunk... De csak kérdeztem! Társaságunk legfiatalabbja demonstrálja, hogy... Mi az a három mondat, ami elhangzik kocsmai verekedés előtt? Mi van? Egyébként, várjál, de ez most egy aránylag érdekes dolog is lehet, hogy... Verbális szemétkedés megy. Természetesen. Tettünk mocsok burkus. De tehát nyomtok, de akkor ha külföldiekkel játszodok, akkor angolul, nem? Próbálj ki, mondjál Csabinak valamit, amivel azt mondod, hogy megbántod, aztán meglátod. Lentépe marcol. Na Csabikám. Jó, de mondjuk egy angolul nyomjátok? Általában igen. Oh, you son of a bitch. Ilyeneket nyomtok? Így van. You motherfucker, I kill you, you asshole. Igen, és amikor már nem tudja tolerálni a másik, akkor ugye odaállnak egymással szembe, és igen? Amikor mutatják, hogy a kesztyűt ledobja, mert ugye kesztyű nélkül verekednek,
Le kell dobni a kesztyűt? Mert ez túl puha, hát igen, nem érzi a másik ütést. Jobb az ütés, ha ököllel ütöd. De a szabálytalan. Nem baj, az nem baj. A verekedés az eleve nem szabályos. És akkor ledobják a kesztyűt? Leképpem arcod! Amíg ledobja, igen? A másik húzza ezt. Csak nem fér rád, ez is alulról üti. Alulról üti? Igen, igen, igen. Jó, de jó. De szívni nem kell. Nem. Nem. Már annyira... Nagyon szépen köszönöm, de azért, és még egyszer köszönjük neked, nektek azt az élményt, és ezt mondhatom a közönség nevében, amiben részesítettetek, és hát nagyon szépen köszönjük, azonnal folytatjuk.